Ebben a vizsgálatban a talaj méztartalmát fogjuk meghatározni. Tudjuk, hogy a talajban lejátszódó jelenségek irányításában a kálciumkarbonátnak nagyon sok irányú szerepe van. A kálcium tápanyagul szolgál a növények számára, befolyásolja a tápanyag felvételét és a talaj fizikai szerkezetét is. Ugyanakkor ezzel meghatározza a kémiai tulajdonságait is a talajnak és segíti a mikrobiális folyamatokat. A méztartalom a talaj termőképességének nagyon lényeges tényezője, és már kis mennyiségben is nagyon hatékony. A talaj kálciumkarbonát tartalma erősen függ természetesen az alapkőzettől. A talaj méztartalmát a híg sósav széndioxid fejlődése közben elbontja. Tehát kálciumkarbonáthoz, hogyha sósavat adunk, akkor kálciumklorid, széndioxid és víz keletkezik. Előkészítettem 4 talajmintát, mindegyikre sósavat fogok csepegtetni, és megnézzük, hogy a 4 talajminta között melyik tartalmaz meszet. Tehát a talaj méztartalmának vizsgálatakor a harmadik mintánál egy hevesebb reakciót láthattunk. Meglehetősen magas méztartalommal rendelkezik ez a talajminta. Előfordulhat, hogy itt valamilyen emberi tényező miatt ennyire magas a méztartalom a talajban. Még az utolsó mintánknál egy sokkal visszafogottabb, sokkal kisebb erősségű reakciót figyelhetünk meg, tehát valószínűleg, hogy ebben a talajban is található kálciumkarbonát.